Jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk nézőit, már is mutatjuk, milyen témákkal várjuk Önöket e heti mottónkban. A japán kultúrával ismerkedtek, Siófokra vitték az ázsiai ország zenei tradícióját és költészetét. 100 éves múlt a tárlaton, Kaposvár emlékeit mutatják be a Csiky Gergely Színházban. Íjászat és pénzverés rendhagyó programra várták a gyerekeket Kerekiben. A japán kultúrával ismerkedhettek meg az érdeklődők a Siófoki Zeneiskolában. A Somogyiak baráti körének szervezésében Bakos Péter olvasta fel édesapja az idén Somogy polgáraiért díjjal kitüntetett Bakos Ferenc haiku költő írásait, valamint egy japánból érkezett diáklány mesélt a császári udvari zenéről, és szólaltatta meg az ázsiai országban népszerű harántfuvolát. Vén cseresznyefa, göcsörtös ágak ölelnek, teltkeblű holdat, beleveszve a cseresznyelomba, fehér pillangó. Bakos Péter édesapja haiku verseiből olvasott fel a Siófoki Japán programon. Bakos Ferenc még az 1980-as években feleségétől karácsonyra kapott egy haiku kötetet, ezt követően kezdett ő is a haiku írásába, mesélte a szerző fia. Úgy hozta a sors, hogy 1989-ben Tokióban közölték angol nyelvű haikuját, és az első magyar tagja lett a Nemzetközi Haiku Szövetségnek Tokióban, és innentől kezdve abszolút fölfele vitte az élet az útját a haiku terén, tehát a legismertebb magyar haiku szerző külföldön, az USA-ban könyve jelent meg, Kanadától Görögországig, Horvátországig mindenféle nyelvre fordítják az ő haikuját, tehát nagy népszerűséget szerzett a haiku műfajának mind Magyarországon, mind pedig a magyar haikut terjesztette külföldön. Bakos Ferencet idén a Somogy polgáraiért díjjal és munkássága után a Somogyi értékdíjjal ismerték el a Vármegye napon. Tőle olvasott felírásokat a fia a japán programon. Nyári félhold, teáscsészéinket beszövi egy pók. Zserbó mázán, bárha ott lenne anyám új lenyomata. A haiku a japán költészet egyik jellegzetes versformája, amely a világirodalomban is megjelenik. A haiku ugye egy lírai műfajról van szó, és versformáról is. Ugyanakkor nem elegendő annyi, hogy adott esetben három soros és 5-7 szótagos legyen, hanem valami velős tartalmat kell, hogy tartalmazzon mondani valót. Egyáltalán nem könnyű néhány szóra és három sorra összesűríteni egy olyan élményt, amit, hogyha az ember elolvas, akkor hullámokat kelt az emberben, és elgondolkodik. Nem csak a japán tradicionális költészetet, hanem a hagyományos régi zenét is megismerhették az érdeklődők a Siófoki Zeneiskolában rendezett programon. Miyanaga Anzsu 1 és 3 éves kora között szüleivel Magyarországon élt, most néhány hétre visszatért. Fonyód után Siófokon is népszerűsítette a japán zenei kultúrát és a tradicionális viseletet. Ezt az öltözéket a Heian-korban viselték, az arisztokraták hordták ezeket a típusú ruhákat, de ma is viselik a császári udvarban a zenészek. A hangszer pedig, amit hoztam, az a rüteki, a harántfuvola. A harántfuvola a japán hagyomány szerint a sárkány hangja, mesélte Anzsu, aki a japán hagyományos zenével általános iskolás korában ismerkedett meg. A fiatal lány magyarországi tartózkodása alatt a magyar tradíciókkal és kultúrával is megismerkedik. Japánban az egyetemen vallás és kultúra történetet tanultam. Ennek kapcsán sok magyarországi templomban jártam már. Ez az ország nagyon híres fürdőiről is, így ezeket sem hagyom ki. Többek között a Rudas és a Széchenyi fürdőben is voltam már.
Széchenyi Onsen nado. A somogyiak baráti köre Siófokon kívül Somogyváron és Fonyódon is szervezett már japán programot az érdeklődőknek. Én megismerkedtem egy japán kert látogatáskor a nagykövet úrral, és így szélesedett egyre az ismeretem a japánokkal. És nagyon-nagyon kedves emberek, a kultúrájuk, a filmek, és minden animék, a fiatalok is nagyon szeretik például az animéket. A Siófoki Zeneiskolában rendezett programon a japán hagyományos teákat is megkóstolhatták az érdeklődők. Idén ünnepli Kaposvár rendezett tanácsú várossá válásának 150. évfordulóját. Ezen alkalomból nyílt a település történetét bemutató tárlat a Csiky Gergely Színházban. A látogatók az épület kiállító terében és a nézőforgalmi tereiben nyerhetnek bepillantást Kaposvár másfél évszázados múltjába, a kórház és vasút történeten át a színház elmúlt évtizedeibe, vagy éppen a sportélet fejlődésébe. Számomra ez a könyv azért érdekes, mert ez Takács Gyula dedikált a Félsős Évának, és számomra ezt azt szimbolizálja, hogy az alkotóink mégsem voltak egyedül, hanem bizonyos korszakokban együttműködések, barátságok alakultak ki. Nekem ez a könyv ezt jelenti. De egyébként ugyanebben a vitrínben látható Takács Gyulának a kis tájképe, amit ő még gyermekként festett, és megmutatta Riprónainak, és ez volt az a kép, amikor Riprónai azt mondta, hogy hát ebből a gyerekből meg lesz valami. A kaposvári művészélet jeles képviselőinek relikviái sem hiányozhatnak a tárlatról, amely a város történetének, életének széles spektrumát igyekszik bemutatni. Nyilván az abszolút teljességre nem tudott törekedni ez a kiállítás, azért is adtunk egy ilyen alcímet neki, hogy pillanatképek a város történetéből. Számos fontos szegmens megjelenik a kiállításban, a kórház történetétől, a vasút történeten át, a művészeti értékekig, és igyekeztünk olyan érdekes tárgyakat, olyan érdekes dokumentumokat is kiállítani, amelyek máshol ilyen formában nem tekinthetők meg. Százötven éve rendezett tanácsú város Kaposvár, ennek alkalmából nyílt a tárlat a Csiky Gergely Színházban. Elsődleges célunk az volt, hogy amerre a látogató jár, a közönségforgalmi terek minden szintjén találkozzon valamilyen anyaggal. A legnagyobb anyag az a második emeleten helyezkedik el, a Vaszéjev teremben több mint 300 kép mesél a város történetéről épületeken keresztül elsősorban. Szintén a második emeleten helyezkedik el a színház történeti rész, és jeles művészeink hagyatéki tárgyai, életrajzai. Ha onnan lefele haladunk, akkor az első emeleten a kórház történet, az egyház történet került elhelyezésre, valamint egy válogatás abból a nagyon-nagyon rengeteg könyvből, ami a városról megjelent. Ezek közül a legrégebbi darab a 110 évvel ezelőtt került kiadásra, amikor 40 éves jubileumát ünnepelte a város. A földszinten pedig a sport és a vasút történet, valamint a Somogytánc együttes fotói, relikviái, viseletei kaptak helyet, de itt láthatók Honti Márta és Bors István munkái is. Nagyon-nagyon sok szervezet nyújtott segítséget számunkra a kiállítás elkészítéséhez, de talán a legnagyobb segítséget azt a Somogy megyei Éremgyűjtők Egyesületétől kaptuk. A képes lapok, a képanyag nagy része tőlük érkezett, illetve itt a Vaszéjev teremben 9 vitrínben láthatók az ő általuk gyűjtött tárgyak, amik a város történetéhez kapcsolódnak. Szerintem rengeteg sokat tanultunk mindannyian, akik dolgoztunk ebben a kiállításban. Én a Takács Gyula emlékházban viszonylag sok időt töltöttem el, és nyilván nem is tudtam minden olyan érdekességet ott megtekinteni, amit szerettem volna, hiszen Gyula bácsi hagyatékában rengeteg olyan dedikált könyv van, amit Kossuth Díjas írók, költők ajándékoztak számára. A Radnóti kötetet azt azért kézbe vettem, az egy
az egy komoly élmény volt, de gyakorlatilag minden területen, hiszen annyira széles spektrumú ez az egész kiállítás, és annyi rendkívül segítőkész partnerünk volt, hogy mindenkitől tanultunk valamit, nem is keveset. A kiállítást Szalai Lilla és Hatvani Mónika rendezte, de a színház számos további munkatársa is dolgozott a tárlaton, amely február 22-éig hétfőtől szerdáig 10 és 18 óra között látogatható a Csiky Gergely Színházban. A Művészetet érezni kell címmel nyílt kettős kiállítás a Somogy vármegyei kormányhivatal galériáján. A két tolnai művész Komjáti Anett és Biszák László már nem először állítanak ki közösen. A mostani tárlaton a két alkotó arra törekedett, hogy érzékeltesse és láttassa a bennünket körbevevő életet és annak szereplőit. Nagyon sok nem somogyi alkotó is megfordult már e falak között, és azért külön öröm számunkra, hogy más helyről is érkeznek művészek, mert ilyenkor, ahogy egy jó könyv olvasása közben kitárul a világ, én hiszem azt, hogy a megyén túlról érkezők is megpróbálják kitágítani ezt a világot. És hogy picit emberközelbe hozzuk az alkotókat. Ezekkel a gondolatokkal nyitották meg a kormányhivatal galériájában a közös tárlatot. Technikába is, témába is annyira kimeríthetetlen a környezetem, hogy még nem tudtam választani. Tehát mindent szeretek. Szeretem a városképeket, a tájképeket, szexárdi vagyok, és hát 30 évélek szexárdon, szeretem a Gemencet, a Dunát, hát ott is kimeríthetetlen témailag az a vidék, de nagyon szeretem az emberábrázolást, szeretem a valamilyen hangulatú képeket, tehát szeretek egy hangulatot, egy érzést közvetíteni a nézőknek. Már festő akartam lenni, tehát én mindig erre készültem, csak az élet más lapokat osztott le, tehát egy kicsit elkanyarodtam a képzőművészettől, más tanultam, más dolgoztam, de 30 évesen adódott egy olyan lehetőség, hogy egy festőművésszel megismerkedtem, és mikor a műtermébe elmentem, megnéztem, miket csinál, hogy dolgozik, akkor úgy gondoltam, hogy mégis visszatérek én az álmaimhoz, és ő segített nekem ebbe, úgyhogy gyakorlatilag Cseh Gábornak hívják, itt is volt már Kaposváron kiállítása, úgyhogy neki köszönhetem azt, hogy most itt állunk, és itt van kiállításom. Szexárdon élek, nekem ott az egész ház műterem, tehát ott két nagy szoba képekkel van berendezve, mind a két szobába ki van alakítva egy sarok, ahol tudok festeni, de viszont nagyon sokat járok alkotótáborokba. Régebben évente 8-10 alkotótáborban voltam, most már kicsit azért kevesebb, és így Törökországtól kezdve Hollandiáig, Németország, tehát Erdély, nagyon sokfele eljutottam, és ezeken a helyeken az szponzoroknak is egy kicsit meg kell felelni, mert zömibe képekkel, alkotással fizetünk, és nyilván, hogy akkor az ő igényeiket is figyelembe kell venni, de mondjuk nem rossz egy erdélyi tájat festeni se. A két művész azonban nem csak most a közös tárlaton találkozott először. Biszák Lacival találkoztam, egy munkahelyen dolgoztunk, és ő egy ilyen kézműves foglalkozást vezette drogfüggő fiataloknak, és akkor bekapcsolódtam, és hát mi szerettem rajzolni, én is elkezdtem alkotni. És aztán így rádöbbentem arra, hogy igazából ez nekem nem is megy rosszul, úgyhogy újra kezdtem, és akkor az olajat választottam, és az nagyon, nagyon jól tettem, mert hogy közel áll hozzám az olajtechnika abszolút. És ott rádöbbentem, hogy most már van tartalmam, tehát most már meg tudok jeleníteni az alkotásomon tartalmat is, és ha ezt csak egy arccal teszem, akkor egy arccal, de hogy nem véletlenül most kezdtem el, vagy pár éve kezdtem el valószínűleg. Tehát korábban van kézügyességem, ügyesen rajzoltam, mindig festegettem, de hogy így nem volt tartalma a képeimnek valószínűleg. Akrillal, hogy nem tudok úgy ábrázolni, ennyire árnyaltan,
az apró ráncokat kidolgozni, azt én olajjal tudom megoldani, biztos mások akrillal is meg tudják, nekem ez így könnyebb. Anett munkásságát egyértelműen a portrék határozzák meg. Az arcokon keresztül közvetít érzelmeket, mondani valót. Próbálkoztam mással, de aztán mindig visszatértem, úgyhogy tudom, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom. És alapvetően mindig is az emberi arc érdekelt. Tehát, hogy amikor én elkezdtem rajzolni kislánykoromban, akkor is szemeket, arcokat rajzoltam. Úgyhogy ez megmaradt, és szerintem meg is fog most már. A két művész a kiállítás berendezésekor nagy gondot fordított arra, hogy a különböző stílusok, ábrázolásmódok a tárlaton egy harmonikus egységet alkossanak. Nem lehet olyan munkákat elhozni, amelyik mondjuk a másiknak az alkotásait üti, vagy ő ne hozzon el olyat, ami az enyémre van rossz hatással, sőt, még azt is meg kell nézni, hogy milyen képek kerülnek egymás mellé. Tehát ezt is úgy kell megválogatni. Most az Anettal, ahogy felraktuk a képeket, könnyű volt elosztani, mert egyik oldal az övé, másik az enyém, de mégis egységes a kiállítás, de erre törekedni kellett, oda kellett figyelni. A kettős tárlat március 2-áig látogatható a Kormányhivatal galériájában. Az íjászat mellett a pénzverés és a tarsói lemezkészítés hagyományával is megismerkedhetek közelebbről a gyerekek kerekiben. Berta János, a Jani bácsi tábori pénzverdéjének tulajdonosa gyakran tart bemutatót kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ezúttal egy különleges érmét is elkészített, amelyből csak 15 példány található meg. És csak meg, így úgy fordulsz egyet. Egyben, kettőben. A gyerekek sorban álltak, hogy kipróbálják az íjászkodást. A Koppányvezér Népe Íjász Egyesület tagjai segítettek is a kicsiknek elsajátítani a technikát. Emellett a pénzverés is népszerű volt kerekiben, ahol multidéző programot szerveztek az érdeklődőknek. Készítettünk pénzt, azt tetszett a legjobban, hogy azért, mert hogy olyan, mintha a szüleimnek lett volna egy darab. Hogy ez így tök menő. Ezúttal különleges érmék készültek kerekiben. A pénz egyik oldalán harmadik Béla ezüstdénárjának grafikája, amíg a másik oldalán kereki címre található. A gyerekek nagyon élvezték a programot. Az, hogy ezt a jó kis, ezt a menő kis pénzt megcsináltuk, és az íjászat. Jani bácsi tábori pénzverdéje mindig sok izgalmat rejt a gyerekek számára, akik a pénz keletkezéséről, használatáról is többet megtudhatnak egy-egy program során. Ha visszamegyünk ott a 900-as, 1000-es évekre, a honfoglalás korára, ugye államalapításkor első Istvánnak is volt arany fizetőeszköze, de az csak egy jelképes volt, tehát jelképesen volt meg. Majd később alakult ki az, hogy ezt a fizetőeszközt használták, és akkor még ezt nem használták igazándiból, hanem ilyen cserekereskedelmi dolgot csináltak. A fémérmeket, aranyezüstöt, ezt vagy vagyongyűjtésre használták, vagy a ruhának a díszítésére. Az érdeklődők megismerkedhettek a tarsoly lemez készítésének módjával is. Emellett Berta János sok érdekességgel készült még, saját készítési öveket és ékszereket is bemutatott kerekiben. Önálló tárlaton mutatja be képeit a Fonyódi Feng Shui galériában Kajetán Jácint. A helyi fotós több témával is készült a kiállításra, így a női alakok és a természetképek egyaránt láthatók a falakon. Szerettem volna megmutatni, hogy az alkalmazott fotográfián kívül, ugye fotográfusként dolgozok, esküvő fotós vagyok, azon kívül is vannak olyan munkáim, amik kettelésből, hobbiból készülnek, és ezt szerettem volna mindenképpen megmutatni. Mi a különlegesség a kiállítás megnyitónak? Hát a legnagyobb különlegesség számomra az az, hogy a kislányom egy verssel készült, ő saját magától. Ő találta ki magának azt is, hogy mit fog mondani. Ez egy közismert dalnak a verses átirata. Az út alattunk széles, csak tudni kell megmaradni embernek, de járni bár a földön csak az képes, aki szerény, aki szegénynek lenni nem rest. Nagyon régóta volt vágyam már az, hogy egy önálló kiállításom lehessen itt a Feng Shui galériában. Ugye egy év a várakozási idő, tehát nem lehet csak úgy ide kerülni, egyfajta rangot is jelent ez szerintem. Társas kiállításom már volt,
fenyőzővel korábban, és a Siráját tagjaként azért rendszeresen állítom ki a fényképeimet, de akkor nem egy ilyen terjedelmű és ennyire komplett anyagot tudok hozni, hanem csak egy-két képpel lehet megmutatkozni, most pedig 40 képpel. Milyen képeket hoztál? Kétféle garnitúrám van, tehát olyan, mintha két kiállítás lenne itt egy helyen és egy időben. Az egyik anyag az egy drónos tájkép, az egy populárisabb anyag, akár gondolhatunk rá úgy is, mint egy kalendáriumra, egy képes kalendáriumra, hogy minden egyes kép egy kinyitott ablak, egy csoda a környezetünkből, a szűkebb értelemben vett lakókörnyezetünkből, tehát zömében fonyódi képek vannak kiállítva, talán van egy somogyvámosi és egy balatonboglári fotó, a többi az mind fonyolon készült, ez az egyik anyag. A másik anyag az pedig egy ilyen utazás, női, lány, asszony portrékon keresztül bemutatva egy ilyen érdekes gondolatvilágot, van egy íve az anyagnak, tehát egy teljesen normál, hagyományőrző, a fények megvilágítás tekintetében is hagyományőrző portrékkal indul, aztán a kiállítás csúcspontja, mondjuk így, a mögöttem látható nők és a természet kis minisorozat. Itt azt próbáltam megmutatni, hogy úgy is be lehet illeszteni a gondolatainkat, az emberi szereplőket a környezetben, hogy nem roncsolnak sok helyen, ugye nem is érintkeznek a talajjal a szereplők. Aztán utána szépen ez az ív, ez visszavezetődik egy hétköznapi portré sorozaton keresztül, keretet adva az egész anyagnak. Kicsi, nagy, plüss, vart, feliratos és akár 70 éves. Közel 300 játékmaciból nyílt kiállítás Magyaratádon. A településen második alkalommal szerveztek a helyiek tárlatot, ahol bárki bemutathatja saját mackóját. A kiállítás péntekig még látogatható. Az első kis Anna, helyi lakosunk, ő elmondása szerint ezt gyerekkorába kapta. Az Anna néni az olyan 70 éves, tehát valószínűleg olyan 60-70 év közé tehető. A következőt, azt pontosabban nem tudom, de hát ugye ránézésre is elég idősnek tűnik, a Zsó Brunótól kaptuk. Ott hátul van a horvát család, őnek elmondása alapján is ő gyerekkorától megvan, ő is szerintem egy jó 60 éves maciról van szó. A következő, az konkrétan az én anyukámnak a macia volt, ő is gyerekkorába kapta, annak idején ugye a nagynénémtől, tehát ő is olyan jó 60 év körüli. Ez a néhány plüss macia a legrégebbi a Magyaratádon nyílt kiállításon. Egy-egy darab akár 70 éve is készülhetett a tulajdonosok bevallása szerint. A tárlat szervezője Páncél Zsófia azt mondja, a közel 300 darab macit különböző tematika szerint helyezte el. Nem szerettem volna összekeverni, tehát akik hoztak helyileg, azokat általában lokálisan egy helyre raktam névvel ellátva, illetve kiemeltem egy pár macit, a legöregebbek, vagy legidősebbeket, legnagyobbakat, legkisebbeket. De látható itt kerámiából és gyertyából készült maci figura is. Emellett különböző medvés történetek is megelevenednek egy-egy könyv segítségével. A most nyílt tárlatra idén csak helyiek adtak régi, kedvelt játékokat, hogy a nagy érdemű is megcsodálhassa őket. Idén második alkalommal sikerült megrendeznünk a maci kiállítást az előző években. Ugye sajnos különböző okok miatt, ugye a helyzetek miatt nem sikerült megrendezni, 3 éve először rendeztük meg. A célunk az lenne ezzel, hogy a falu lakosságát egy kicsit ezáltal is megmozgatjuk, hogy a részt vegyenek a rendezvényeken. Kértük őket, hogy a macikat, ami helyileg ugye náluk megtalálható, hogy elhozzák nekünk. Segítségemre volt az, hogy előtte 3 éve akik lehoztak már, tehát őket megkerestem, ők nagyon szívesen most is adtak, sőt, egyes emberek még többet is adtak. A szervezők mézkóstolással és kézműves foglalkozással is várják az érdeklődőket. A Magyaratádon nyílt kiállítás péntekig látogatható a település faluházában. Ennyi fért magazinunkba, ha tetik, tartsanak velünk egy hét múlva is. Videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára kattintva is. Viszontlátásra!